A programozási feladat bemutatásával zárult ma a 27. országos Ajtonyi István irányítástechnikai programozó verseny a Neumann János Egyetem kampuszán. A verseny kedden kezdődött. Olyan feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, mint a robotsorok irányítása, gyártási feladatok automatizálása vagy éppen a megfigyelő rendszerek kialakítása, melyekben a hallgatóknak irányítástechnikai szakembereknek, gépészeknek, villamosmérnököknek és informatikusoknak is kellett lenniük egyszerre. A fiataloknak valós és szimulált feladatokban is helyt kellett állniuk. Dr. Kovács Lóránt, a Neumann János Egyetem GANF informatikarának dékánja azt mondta, a sok terület ismerete komoly kihívás, ám nagy érték is a fiatalok kezében. A versenyt a Kecskeméten megalakult felsőfokú irányítástechnikai oktatásmódszertani egyesület szervezte, amely egyik céljául tűzte ki, hogy felkutassa a tehetségeket. A megmérettetésre több mint 10 egyetemről érkeztek versenyzők, közel 100 hallgató küzdött a legjobb címért.